Sportdíjak, testületi döntések, városkörzeti találkozók és könyvtári programok, mindez a mai Barcsi Krónikában. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Híd Televízió minden kedves nézőjét a szerkesztőség nevében, tudják, ez az a szerkesztőség, amelyet hívhatnak a hét minden napján. Elérhetőségeink a 0670 639 102 7-es telefonszám, illetve az 565 266, és írhatnak is nekünk, várjuk véleményeiket, kérdéseiket az infokukat barcsmedia.hu címre. Most pedig akkor nézzük a főbb témákat röviden. 9 kategóriában díjazta idén a legjobb sportolóit és sportszakembereit Barcs. Megkezdődtek a városkörzeti találkozók, e hét csütörtökig mindenki javaslatot tehet a fejlesztésekkel kapcsolatban. Művészet egykor és ma a Dráva fővárosában. Rózsás Márton a képzőművészet nagy eseményeit vette számba legutóbbi helytörténeti előadásán. Kiszebábot égettek az óvodában. A gondot is előző hagyományos égetéssel a telet búcsúztatták. Pandur Mária képeiből nyílt kiállítás Barcson, az alkotó családjában mindig fontos volt a művészet, ez is visszaköszön a vászonról. Kaposvári győzelem született a Diákolimpia megyei döntőjén Barcson, a Deák iskola csapata a 7. helyen zárt. Átadták a Barcsi sportdíjakat. Barcsváros immár 23. alkalommal ismerte el a település legeredményesebb sportolóit és sportszakembereit. Idén 9 kategória legjobbjai vehették át az elismerésüket a Városházán. A februári képviselőtestületi ülésen sportolókkal telt meg a Városháza nagyterme, 9 kategóriában vehettek át díjat a legeredményesebb barcsi sportolók, csapatok, sportszakemberek. A díjakat Vekeli Józsefné, a szakbizottság elnöke és Karvalics Ottó polgármester adták át. A legfiatalabbak vehették át először az elismerést, a legjobb diák sportoló kategóriában Csilling Mornár Anna triatlonista és Mardegán Bruno karate versenyző Diákolimpia országos bajnokok kaphatták meg az elismerést. Egyéni és csapatversenyben nyújtott teljesítményéért díjazták a legaktívabb diák sportolót. A díjat Horváth Lara triatlonista érdemelte ki duatlon, kerékpár, triatlon, úszás és futásban elért eredményei alapján. A felnőtt versenyzők országos és kontinens viadalon is remekeltek az idei és a tavalyi évben. A felnőtt kategóriában a VKF Karate Magyar Bajnokság harmadik helyezettje Balassa Laura és Opra Gergő erőemelő Európa Kupa győztes kapott díjat. A legjobb csapat teljesítmény idén a kézilabdázóké. Az országos MB3-as serdülő bajnokságot vezető Szatelit SE serdülő fiú kézilabda csapata érdemelte ki a csapat kategória díját. Az év sportszakembere pedig a kézilabdázó edzője Kovácsevics István lett, aki pályafutása során először a női kézilabda rejtelmeibe is belekóstolhatott. Nagyon nehéz. Ugye a nőknél ők az első női csapatom, eddig csak fiú csapatokkal dolgoztam együtt. Nehezebb a nőket, mint a férfiakat, tehát a fiúk, férfiak sokkal motiváltabbak már alapban, mint a nők. Hát igyekszünk, próbálkozunk. A kézilabdázók azt szeretnék, ha nem szakadna meg a hagyomány, ehhez persze utánpótlásra is szükség van. Reméljük, hogy az általános iskolák is segítséget nyújtanak majd ahhoz, hogy minél több gyerek kézilabdázon Barcson. Az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság külön díját Otártics Enikő karate versenyző vehette át a 2017-es évben szerzett magyar bajnoki címéért. Országos és nemzetközi versenyeken elért 14 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmes helyezéséért. Enikő 2 barcsi példaképet is mondott nekünk. Szerinte edzője Erdős Zoltán és Erdős Martin is követendő példát nyújt. Az a jó, hogy csapatban dolgozunk, mindig, amikor verseny van, mindig előre készülünk, mindig szoktak lenni házi versenyek, amikből tanulhatunk, hogyha veszünk, de akkor is, hogyha nyerünk. A barcsiak szavazatai alapján Kis Milán dzsúdós kapott még városi elismerést, ő lett az idei közönségdíjas versenyző. Helyette édesanyja vette át a díjat. Munkahelyteremtő beruházások is szóba kerültek a városkörzeti találkozók nyitányán Drávaszentesen.
Karvalics Otto polgármester a fórumon úgy fogalmazott, 16 pályázatot nyert az elmúlt évben a város, és ebből több érinti a szentesi település részt is. A költségvetés első körös elfogadása után kezdte hagyományosan a városkörzeti fórumokat a Barcsi városvezetés. A bevételekkel most nincs gond, összegezte a 2018-as kondíciókat a büdzsé kapcsán a polgármester. Karvalics Otto a város által elnyert fejlesztési forrásokról is beszámolt az érdeklődőknek. A Deák Ferenc utcai óvoda, ahova épp a szentesi gyerekek járnak, ugye az fejlesztésre kerül, átépítésre és bővítésre nem, mert arra nem volt pályázat, de egy komfortosabb átételre. Tehát jobban el tudjuk helyezni, remélem, hogy jobban érzik magukat, jobb körülmények között kerülnek az óvónők, a dadák, és úgy gondolom, ez sokat segít azon, amit ott csinálunk. Ezen kívül, ugye, ami folyamatban van és már megy, hát a szociális otthonnak a fejlesztése, amelyik azt gondolom, hogy Ámblok, Barcson és Barcs környékén segít az időseknek, akár az otthon élőknek, akik nappali ellátást kapnak, akár a bentlakóknak, de próbálunk egy tágasabb, jobb helyet biztosítani, mert már régebben nyilatkoztuk, hogy lassan nem lehet megkülönböztetni a bentlakót és a gondozót. Most ez szét fog válni, és úgy nagyobb helyen, jobb körülmények között bízom benne, hogy ez megoldódik. A városvezető a konyhafejlesztést is említette. Ezen kívül a munkahelyteremtő beruházásokat sorolta fel, így például a gyerekesély 500 milliárdos keretösszegét és a vállalkozások által elnyert pályázatokat is. Szintén fejlesztett a Dunadráva Nemzeti Park a település részen Drávaszentesen, és a templom állag megőrzéséhez is érkezett kisebb támogatás. Ám van, amit pályázati forrás nélkül is támogat itt Barcs. A működésben azért vannak források, pénzek, amit az itt kisebb megvalósítandó, vagy a település komfortossába tételére meg tudunk valósítani. Ugye hát nem mondanám, a világítást átalakítottuk, ami azért régen életveszélyes volt, hiába volt szép. Ugye azt a kerítést, amelyiket kért a képviselőasszony, kiavítottuk, felújítottuk, tehát egy kicsit szebb lett a falu. Az is igaz, hogy a régi pályázatokban és a tavalyi pályázat írás idejével töltött időszak alatt azért nem jelentek pénzek meg, de ugyancsak tavaly megjelent az, ami a templomot, illetve a templomnak a állagának a megóvását javította, úgy emlékszem, ez 6 millió forint, amit az egyház nyert, és rákötötte arra, hogy az alapokat megerősítette, és ez a templom tovább nem reped, mert fontos, hogy ez megmaradjon. Szentesnek ez az egyik jelképe, hogy úgy mondjam, itt a kanyarba ez a templom a szoborral együtt. Én úgy gondolom, ezt tovább kell folytatni, újra kell pályázni több pénzre, mint ahogy másik kis települések nyertek. Igaz, hogy református templom, de ebből ne csináljunk problémát. Bízunk benne, hogy most katolikus templomra fogunk nyerni felújítási pénzt. A lakók javaslatára elkészült a temetői parkolást segítő átalakítás, de további ötletek is felmerültek még a település részen. A városkörzeti találkozók csütörtökig folytatódnak. Hétfőn az Arany János Általános Iskola, kedden a Művelődési Központ. Szerdán a volt pálfalusi iskola, míg csütörtökön a Szegedi Tibor Közösségi Ház ad otthont a 18 órakor kezdődő fórumnak. Régi és jelenlegi alkotók Barcs közéletében címmel tartott előadást a Városi Könyvtárban Rózsás Márton. Ez volt a helytörténeti előadássorozat 10. állomása. Igaz, nem művészettörténeti és nem teljes összeállítással, de sikerült szinte tökéletesen felölelni Barcs alkotóinak tevékenységét a helytörténeti előadássorozat idei első, sorban 10. állomásán. A magyar művészettörténet által számon tartott alkotókról és velünk élő alkotókról egyaránt szó esett, vagy épp azokról, akik ugyan nincsenek köztünk, de alkotásaik révén továbbra is velünk élnek. Az alkotókkal az a helyzet, hogy ugyanúgy vagyunk velük, mint az irodalmárokkal, hogy nagyon sokan születtek Barcson, de a tevékenységüket sajnos nagyon kevesen fejtették ki itt, legalábbis az úgymond jegyzett alkotók közül. Elkerültek Barcsról, és hát művészetüket sajnos nem nagyon tudtuk élvezni. A település fejlődéssel, a polgárság kialakulásával szinte egy időben viszonylag korán kialakult a művészetek iránti igény Barcson. A századfordulót követően a garnizáló nagytermében és a vasutas otthonban is egymást érték a tárlatok.
Az akkor pezsgő kulturális és gazdasági életnek köszönhetően vásárló erő is társult az érdeklődéshez, így szívesen jöttek ide az alkotók kiállításokra, például Feszti Árpád vagy épp Sasbrunner Ferencnek is volt önálló tárlata Barcson. Ekkortájt jelentek meg az első helyi alkotók is, Schulhoff Aranka, akitől Riprónai Ödön is vásárolt, Király János, aki például egy pécsi bemutatkozásra 80 alkotással jelent meg, Maróti László, akire már 10 éves korában felfigyeltek, vagy épp Varga Hajdú István, az egyik legkifinomultabb, saját technikával, jellegzetes vonalcsoportos tusrajzaival híressé vált művész. Közülük, a művészek közül kiemelném Varga Hajdú Istvánt, aki Barcson született, de ugyan elkerült Barcsról, de aztán a 70-es évek végén visszatalált Barcsra és kiállítása is volt. Ő nem csak mint festőművész és grafikus művész volt ismert, hanem nagyon neves könyvillusztrátorként is számon tartották, és egyike azon alkotóknak, akitől nagyon sok képet őrizett rá a múzeum. Mint elhangzott, szerencsések vagyunk, mert nagyon sok alkotó élt a településen, de azért is, mert sok alkotóval találkozhatunk most is, hisz köztünk élnek. Szerencsére vannak olyan alkotóink, akik helyben maradtak, és élvezhetjük a munkáikat kiállításokon és közterületen is. Hát példaként említeném ugye a nemrégen átadott Tündérszarvas című munkát, a Darvas Ivának a munkáját, de ezen kívül még ha említeni kellene, akkor talán Lasztalos Marikát említeném meg, aki számos kiállításon sikerre szerepelt, vagy a Pandur nénit és a Pandur Marikát, akik szintén helyben maradtak, de ezen kívül még nagyon sokat lehetne említeni, de én úgy gondolom, hogy a művészet az nem jelen idejű kategória, hanem jövő idejű kategória, és az időnek van ahhoz hatalma, hogy eldönti, hogy ezek közül ki lesz maradandó és ki nem. Persze nem csak a megítélés nehéz, a mi esetünkben a puszta felsorolás is nehézségekbe ütközne, annyi alkotó élt és él környezetünkben. Festő, író, szobrász, goblein vagy épp más textilmunkák készítői. Ám amikor alkotásokról beszélünk, a köztéri alkotások felett gyakran elsiklunk, pedig azok a közélet és a város történet egy-egy darabját hordozzák magukban. Ezek a dokumentumok azonban az építkezések, felújítások és a modernizáció áldozataivá válnak sok esetben. Rózsás Márton, a barcsi szökőkutak, szobrok, falfestmények és kerámia faliképek keletkezéséről, alkotóikról és sorsukról is mesélt. A jelenlévők pedig voksot tettek a még meglévők megőrzése mellett. Az előadáson megfogalmazódott, hogy jó lenne megmenteni az utókor számára azokat az alkotásokat, melyek még láthatók, például a magánkézben lévő egykori Boróka Hotel bárjának falán lévő alkotást, a postával szembeni épület együttes homlokzataiból egyet, és a Deák Ferenc általános iskola régi ebédlőjének bejáratánál látható Maróti László freskót. Ez volt a 10. helytörténeti előadás, de már lehet tudni a 11. időpontját is, témáját is, és azt is, hogy már milyen programok lesznek a Városi Könyvtárban. Erről fogunk beszélgetni a következő percekben az intézmény vezetőjével, Szijjács Lászlónéval, akit köszöntök itt a stúdióban. Jó napot kívánok, szia Marika! Szevasztok, köszöntöm a kedves nézőket! Ugye azt mondtam, hogy a programokról fogunk beszélgetni, de először is egy nagyon aktuális téma. Ugye, ma kezdődik a megbocsátás hete, amikor visszavihetünk minden könyvtári dokumentumot, mindenféle elnye-belnye nélkül. Van mit megbocsátani nekünk? Igen, van, és meg is bocsátunk. Ez a megbocsátás hetével nagyon sok könyvtár él. Mi február 19-től 24-ig gondoltuk ezt a programnak a megszervezését. Nagyon sok munka előzte meg, mert nagyon sok kintlevősége van a Barcsi Városi Könyvtárnak, és azért kérünk minden olvasót, hogy legyen kedves, nézze meg a könyvespolcát, és legyen kedves leemelni a könyvtári könyveket, és visszahozni a könyvtárunkba. Azt mondtad, hogy nagy munka van előtte.
Ilyenkor mit jelent? Az összes olvasókártyát mindent végignéztek, vagy már ugye digitálisan megy ez? Az összes olvasókártyát, összes tasakot, mert ugye kölcsönző tasakok is vannak a könyvtárunkban, azokat is végignézzük egyenként, és megnézzük a lejárati időket, a könyveket, hogy mikor is kellett volna visszahozni a kedves olvasónak, és mennyi így az elmaradás. Így már nagyon sokan vannak, akik nem az első úgymond felszólító, de inkább emlékeztetőnek mondanám ezt a kis levelező lapot kapják, hanem már a másodikat és harmadikat, mivel az elsőre sem reagáltak, és ezután szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy jöjjenek a könyvtárunkban, nagyon sok szép új könyveink vannak, ezek közül inkább válasszanak is a régiek helyett. Hogyan megy ez az értesítés? Mindenkihez elviszitek, postán mennek ki? Hány levélről van szó? Hát ez több száz levélről, több száz levelező lapról. Ezek előre nyomtatott nyomtatványok, amire felírjuk a könyveknek az árát, mikor kölcsönözte ki az olvasó, és felírjuk, hogy késedelmi díjnak hány száz forintot szeretnénk visszakapni, de mert megbocsátás hete lesz, 19-től 24-ig, ekkor, tehát hétfőtől szombatig bárki visszahoz hatja a könyvet, nagy örömünkre, és nem kell fizetnie semmit. Tehát ezek csak ilyen tájékoztató jellegű összegek, amik szerepelnek ezen a levlapon. Mennyit kéne fizetnünk, ha nem most megyünk vissza? És hogyha elveszik a könyv, mert ezért is tüntető fel a könyvek árait, vagy hoz helyette a kedves olvasó egy másik azonos témájú, vagy azonos könyvet, azonos kiadású könyvet, vagy ki kell fizetni a könyvnek az árát. Ugye könyvekről beszélünk, a sok-sok dokumentum mellett azért programok és hát különböző úgymond kiállítások is várnak bennünket a Városi Könyvtárban. Nézzük először a dokumentumokat. Mennyivel gazdagodott az elmúlt időszakban? Ugye az imént azt mondtad, hogy sok új könyv van. Igen, így igaz. A 2017 éves statisztika szerint 3235 dokumentumot kapott a Városi Könyvtár, és ebből 385 dokumentum az ajándék. Az összes többi vásárlás útján került a könyvtárba. A folytatásban is szerepel ilyen, hogy vásárlás? Mindig is szerepelt, természetesen, tehát a dokumentum beszerzés nagyon fontos a könyvtárban, és az a költségvetésünkben is egy szép összeg, ami idén is rendelkezésünkre áll. Tehát állami támogatás is, és a költségvetésbe szereplő összegből tudunk dokumentumokat vásárolni. Ugye nagyon nagy a könyvtár állománya most már, van miből válogatni. Olyanok is vannak, akik válogatnak? Mit árulkodik, vagy miről árulkodik a statisztika? Látogatottak, kölcsönzők, regisztráltak? A regisztrált használóink a tavalyi évben 1341 fő. Itt három korcsoportot különböztetünk meg. 14 éven aluliak, tehát a kicsi óvodástól kezdődően a 14 éves korig 639 fő volt a tavalyi évben. 14 és 65 év között 555 fő, és a 65 év felettiek pedig 147 fő. Mondjuk a kicsik beszoktatásában nagy szerepe van a könyvtári programoknak, a gyermekprogramoknak? Igen, nagy szerepük van, meg az is nagy szerepük van, hogy az óvodákkal nagyon jó a kapcsolatunk, és amikor van egy rendezvényünk, őket is meghívjuk, és így az óvónénik elhozzák a kicsi óvodásokat, akár a tanítónénik a kicsi iskolásokat, és itt kezdődik igazából az olvasóválás. Milyen programok várják kicsiket, nagyokat a következő hetekben? Február 24-éig Pandur Mária kiállítása látható a Barcsi Városi Könyvtárban, Színek varázsa címmel. Majd március 7-én 14 órakor vers és prózamondó verseny egyik helyszíne a Barcsi Városi Könyvtár. Alsó tagozatos diákok vers és prózamondó versenye lesz március 15-e tiszteletére. Honismerti előadása nagyon népszerű a kedves látogatóink körébe. Most már elmondhatjuk, hogy 50-60-an is részt vesznek ezeken az előadásokon, és nagyon köszönjük Rózsás Mártonnak az önzetlen munkáját, és így megtartanálunk ezeket a nagyon népszerű előadásokat. Legközelebb március 12-én hétfőn, most hétfőre tettük át ezt a programot, mert sokan jelezték, hogy szeretnének ezen részt venni, és most a hétfői nap egy új nap. 17 órakor ősfoglalkozások a Dráva mentén,
egy újabb előadást láthatunk. Egy újabb kiállítással is készülünk, március 14-től Drávaszentesen, szentesi Rezsunya Éva Katalinnak a tempera technikával készített alkotásait láthatják olvasóink. Húsvéti programmal is készülünk a gyerekeknek. Ez egy szombati program. Március 24-én szombaton 10 órakor Rosta Géza tavaszköszöntő műsorát láthatják. És jön a költészet napja. Itt kettő programmal várjuk az olvasóinkat, felnőtt programmal és gyermekprogrammal egyaránt. A felnőtt programon Figura Ede műsorát tiszta szívvel, összeállítása 20. századi magyar költők megzenésített verseit Figura Ede előadásában. Ez április 14-én szerdán 17 órakor, ez felnőtt olvasóinknak tervezzük ezt a programot. A másik program április 13-án pénteken, itt a költészet napja alkalmából a kávészünet együttest várjuk a könyvtárba. Trendhagyó irodalomórát tart. Erre az előadásra általános iskolai diákokat várunk. Itt pénteken 14 órakor lesz. De nem csak rendhagyó irodalomóra, hanem informatika óra is vár bennünket a könyvtárban. Igen, ez így igaz. Eddig a 65 év korosztályig volt informatikai képzés egész város szerte, és a Barcsi Városi Könyvtárban is. Itt a Barcsi Városi Könyvtár helyet biztosít ezeknek a képzéseknek. Viszont lehetőség nyílik a 65 év felettieknek is részt venni informatikai képzéseken, teljesen ingyen, és ez a Barcsi Városi Könyvtár szervezésében fog történni. Tehát gyakorlatilag mindazok, akik eddig kimaradtak, azok most kopogtathatnak gyorsan-gyorsan, mert hát ha nem lesz több ilyen tanfolyam. Igen, kopogtathatnak, de azt tudni kell, hogy már eddig is nagyon sok nevet mi felírtunk, mert az előző képzéseken is jelentkeztek már nagyon sokan, akik 65 év felettiek voltak, és kimaradtak ezekből a képzésekből. Tehát már eleve van egy kis listánk, és várjuk a következő résztvevők jelentkezését. Ennek tudja az időpontját, hogy mikor indul ez a tanfolyam? Még nem tudni, mivel most egy sikeres pályázatnak köszönhetően a közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése és szolgáltatási portfólió bővítése, ez egy GINOP 331-es pályázatnak köszönhetően nyertes pályázatunk, és a Barcsi Városi Könyvtár informatikai eszközöket, laptopokat, tableteket, külső wifi-t, belső wifi-t, routert, különböző eszközöket fog kapni, és ennek a pályázatnak a része, hogy a Barcsi Városi Könyvtárban informatikai képzések is történnek. Tehát értem, hogy ennek a pályázatnak a keretében zajlik majd a tanfolyam és a fejlesztés is egyben. Igen, ez így igaz. És ugye beszéltünk már arról, hogy lesz még idén fejlesztés, ugye a dokumentumtár fejlődik, de akkor gyorsan mondjuk el azt is, hogy nem csak a 65 év felettieket várjuk ide erre a tanfolyamra, hanem mindenki mást is a Városi Könyvtárba. Igen, ez így igaz. Nagyon sok regisztrált olvasónk van, tehát említettem 1341 fő, ebből 126 fő az újonnan regisztrált, tehát várjuk az új olvasók érkezését is a könyvtárban. Személyes használata tavalyi évben 3524 alkalom volt, a kölcsönzött dokumentum 33244 darab volt, és a közvetlenül helyben használt dokumentum 30776, és el kell mondanunk, hogy 98 darab folyóiratból válogathatnak a kedves olvasók, tehát mindenképp várjuk a régi és új olvasóinkat, hogy ezt a nagyon szép könyvtárat használják. És akkor mondjuk el a következő programot is, amire várunk mindenkit. A következő program ugye Rózsás Márton helytörténész előadása, március 12-én hétfőn 17 órakor ősfoglalkozások a Dráva mentén. Köszönjük szépen a tájékoztatót. Nagyon szépen köszönöm a kedves nézőknek. A stúdió beszélgetés után folytatjuk magazinunkat, de még mindig maradunk egy kicsit a könyvtárban. Az imént beszéltünk arról, hogy február 24-éig látható Pandúr Mária kiállítása. Ebből kapunk most egy kis ízelítőt. Pandúr Mária barcsi születésű alkotó, akinek édesanyja, Pandúr Ferencné, vagy ahogy a barcsiak hívták, Lili néni, szintén festett. Ő egy művészlélek volt, aki gyakran biztatta lányát, akinek már fiatalon megmutatkozott tehetsége, ám Marika élete első 50 évében elzárkozott a festészettől. Aztán barátnője, Pápics Ilona úgymond vászonhoz állította.
Balcsra látogatott a Háros tanárnéni lánya, a Háros Sári, és az elmesélte, hogy mikor gyerekek voltak, egyedül ő mehetett be a mi osztályunkba, mivel Háros tanárnő volt az osztályfőnökünk, és mindig meglesték, hogy én mit festek, és ő elmesélte Pápi Csillinek. Na most Ili erre vett vásznat, festéket, ecseteket, és szedett egy őrült nagy mezei csokrot, és megjelent, hogy én ezt fessem le neki, mondtam neki, hogy eszem ágába sincs. Na addig-addig könyörgött, amíg még egy vendégem is volt, az is rábeszélt, hogy éjszaka nekiálltam és lefestettem. És ezzel megtört a jég, azóta számos virágcsokor és más csendélet született, aztán jöttek a barcsi, a drávaparti és a tengerparti képek és a kiállítások. Legelőször talán a szociális központban mutatkoztam be, utána a Dráva völgye középiskolába, kollégiumba, és úgy emlékszem, hogy 2012-ben Dráva múzeumban, Balcson. Voltam Gerezslakon, Szigetváron, Szentlőrincen, Kaposváron, Pécsen, Budapesten, Nagykanizsán, Darányba. És a Városi Könyvtárban sem most mutatkozik be először, de ezekkel a képekkel idehaza még ilyen összeállításban nem találkozhattunk, ráadásul legtöbbjük egészen friss. Először nagyon féltem, még nem is hittem el, hogy egyáltalán valaha sikerem lesz vele, vagy egyáltalán jó visszajelzést kapok. És az egy nagy meglepetés volt, mikor a Dráva Múzeumban voltam, és rengetegen voltak, nem fértek be terembe. Nagyon jó visszajelzéseket kaptam, és mikor Pécsre elmentem, akkor nem úgy mentem szándékosan, hogy én ott kiállítok, hanem említettem egy Németországból visszajött menedzsernek, hogy festek, ahova véletlen tévedtem egy kiállításra, és azt mondta, hogy megnézi a képeimet. A képek sikert arattak, és ebből az egymásra találásból több kiállítás is született. A Székesegyház nagy galériájában, Pécsett, a Kőtárban már több alkalommal is sikerült bemutatni képeket, például a pécsi Adventen is. A kiállítások hangulata, a látogatók véleménye pedig mindig inspiráló, talán ennek is köszönhető, hogy az elmúlt évben 25 alkotás született. Sok van lenne a fiamnál, nagyon sokat elosztogattam rokonságba, barátoknak, és hát ugye, ha mentem kiállítani, ott is sokszor elkértek egy-egy képet, tehát szanaszét vannak, úgyhogy külföldön is, mert ugye külföldön is festettem Svájcba, Horvátországba, és ott is a fiam osztogatott is belőlük. De Amerikába és Olaszországba is került Pandur Mária kép. A mostani kiállítási anyag azonban egyben maradt, hisz Pécsre indul a tárlat, a nagykönyvtárba, onnét az Origó házba, majd a Német Kultúra házába. És közben készülnek a következő alkotások. Ha lejutok a tengerre, ott még egy-két szép képet szeretnék festeni. Nagyon szeretem a vizet festeni, meg a Drávánál több képet, a másik meg portrékat, mert ugye tavaly nyáron portrékat festettem lenne a tengerparton az unokahúgaim portrét, meg egy másik kislányét, hogy rá szeretnék állni a portréfestészetre. Most azonban portrékból még csak keveset látni, viszont a színben gazdag nagyképek és az apróbb megörökített pillanatok sokat elárulnak a művész hangulatáról. A visszafogottabb alkotások mellett egyre több képet szeretnek meg erőteljesebb, intenzívebb színviláguk miatt. A tárlat is erről kapta nevét. A színek varázsa február 24-éig várja a látogatókat a Barcsi Városi Könyvtárban. A magyar óvodákban minden évben felelevenítik a farsangi hagyományokat, ám a több intézményt is magába integráló Barcsváros óvodája és bölcsödéje szárnyai alá tartozó Szent István utcai tagóvoda egy különleges, mára már feledésbe merülő néphagyományt is ápol az év ezen szakaszában. Kiszebábot égetnek, így búcsúztatják a telet. Itt a farsangi hagyomány, kering, győzik, a hát, cserhet, a hagyomány.
A farsangi időszak az idei évben egészen április 1-ig tart, és bár lehet, hogy a felnőttek már nem olyan gyakran öltenek magukra jelmezt, a barcsi óvisok azért még minden évben megadják a módját a tértemetésnek. A gyerekek hagyomány szerint felöltöznek, aminek ők szeretnének, illetve az óvónénik és a dajkanénik is összeszoktak beszélni, hogy minek öltöznek fel, és felvonulnak, bemutatják egymásnak a jelmezüket, amiket esetleg otthon gyártottak vagy vásároltak, majd verseket adnak elő, énekeket, amiket ebben az időszakban tanultak a gyerekek, illetve vannak játékok, amikkel készültek az óvónénik, és utána pedig magát a farsangi bált szoktuk megtartani, illetve a kiszebábnak az égetését. Duda! A farsang vízkeresztül húshagyó keddig tartó időszak, mely hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek ideje. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a néphagyományokra épül, így a kereszténység előtti időkből is származik pár momentum az időszakhoz kapcsolódóan. Ilyen a jelmezek felöltésének hagyománya és az úgynevezett kiszebáb égetés is. Körülbelül úgy 10 éve tartjuk meg az óvodában, akkor még az egyik kolléganőm, Kutrovics Zoltáné vezette be a kiszebáb égetésnek a hagyományát az óvodában, és azóta minden évben megtartjuk, és minden évben másik csoportban. A kiszebáb égetése egész Magyarországon elterjedt farsangi néphagyomány. A bábot hagyományosan a gyermekek készítik el, és a babona szerint a kiszebáb égetése megszabadítja az embereket minden bajuktól. A farsangi hagyományokkal, illetve a népszokásokkal a kolléganőm szokott foglalkozni, és az ő ötlete volt az, hogy a farsangi hagyományt valamivel feldobjuk, és így jött a kiszebábnak a gyújtása is, illetve a gyerekeknek nagyon tetszik az, hogy ilyenkor hangoskodni lehet, kerepelni, dobolni, zajongani, és ezért szoktuk ezt megtartani, mert a gyerekeknek ez egy élmény. A kiszebáb égetéséhez a mondókák és a zajkeltő eszközök használata elengedhetetlen, továbbá a néphagyomány szerint úgynevezett gondűző cédulák elégetésével tovább lehet fokozni a báb elégetésével járó télüzés hatásosságát. A telet jelképezi, és ezzel a telet égetjük el, illetve az egész farsanggal ugye a telet kergetjük el. Ha netán valaki kedvet kapott volna az ovisoktól a kiszebáb égetéséhez, az még bepótolhatja ezt a tevékenységet, persze csak ha hajlandó utána járni, hogy miként is készül egy valamire való kiszebáb. Szalmából, és általában felszokták öltöztetni. Mi most ettől eltekintettünk, mert az óvónénik sajnálták volna elégetni a szép kiszebábot, meg a gyerekek is. Volt, aki mondta, hogy hát ha szép lesz, akkor ne égessük inkább el, úgyhogy most eltekintettünk a ruhától. Bár az időjáráson még egyelőre nem érezni a tél végét, a Szent István utcai tagovodába járó gyerekek mégis búcsút intenek az évszaknak, és vidáman várják a tavasz beköszöntét. Kedden rendezték meg a 3. korcsoportos teremlabdarúgó diákolimpia megyei döntőjét Barcson. A megyeit egy körzeti döntő is megelőzte, melyen Homokszentgyörgy, Babócsa, Darány mellett két barcsi iskola is részt vett. A körzeti győztes végül a Deák Ferenc általános iskola csapata lett, így a barcsi döntőben ők képviselték a körzetet.
Barcson rendezték meg a harmadik korcsoportos teremlabdarúgó diákolimpia megyei döntőjét. A megyeit egy körzeti döntő előzte meg, amin Homokszentgyörgy, Babócsa, Darány és Kétbarcsi iskola vett részt. A körzetet végül a Deák Ferenc általános iskola diákjai képviselték. Eredetileg 9 körzet 9 győztese érkezett volna, azonban az egyik csapat visszamondta, így végül összesen 8 csapat játszott. Az 5.-6. osztályos korosztály játszik most, és megye minden területéről, tehát Siófok, Marcali, Kaposvár, Csurgó, Törökkoppány, Nagyatádról érkeztek csapatok. A megyén belül rendezzük ezt a diákolimpia, illetve egész pontosan ez diáksport verseny, mert nincs feljutás az országos döntőre. Tehát a lényeg az, hogy játék lehetőséget szeretnénk biztosítani. Nekünk, nekem személy szerint pedig az volt az egyik fő célom, hogy a barcsiak hazai környezetbe tudjanak játszani, és így talán nagyobb sikerre játszanak, illetve nem kell utazni. A játékosok ugyan még csak 11-12 évesek, de már ilyen fiatalkorban sem idegen nekik a sport, hiszen nagyon korán elkezdik velük megszerettetni a labdarúgást. Ebben a korosztályban úgymond már rutinosan játszanak a csapatok. Az első mérkőzésen is a barcsiak is, illetve a nagyatárdiak is már az egész területet kihasználják, a pálya egész területét kihasználják. Tulajdonképpen 6 éves kortól már elkezdjük a labdarúgás megszerettetését, szándékosan így mondom, nem képzését, és játék lehetőséget biztosítunk mind diákolimpiában, mind a Bozsik programban belül, de diákolimpiában pedig, illetve diáksportban pedig az iskolások egymás közötti játékát tekintjük nagyon fontosnak, és ezért örülünk azoknak is, hogy amikor házi bajnokságokat szerveznek, és abból pedig kijön az iskola válogatottja, és akkor így a körzeti versenyeket megrendezzük. A mérkőzésekre számos szurkoló érkezett, és láthatóan mindenki nagyon jól érezte magát. A gyerekek arra törekedtek, hogy a lehető legtöbbet nyújtsák, és minél több gólt rúgjanak. Nem mindegy azonban, hogy milyen a játékosok háttere, hiszen a barcsiak talán egy kicsit hátrányban voltak a többiekkel szemben. A mai torna esélyesei a kaposváriak, illetve a siófokiak. Ugye egyesületi háttérre rendelkeznek magasabb szinten, és több játék lehetőséget is biztosítanak. Különböző kupákon vesznek részt, és más-más iskolákkal, illetve más-más egyesületek csapatokkal játszanak. Így kicsit rutinosabbak például, mint a barcsiak, de hát az a célunk nekünk is, hogy a barcsiaknak is ilyen játék lehetőséget adjunk. A megyebajnoki címet végül a kaposvári Zrínyi Ilona általános iskola csapata szerezte meg, miután 1-0-ra győztek a döntőben a Nagyatádi Árpád fejedelem általános iskola ellen. Külön díjat kapott a kaposvári Pressing Máté és Horváth Fábián, a siófoki Gosztonyi Gergő és a nagyatádi Juhász Ákos. A barcsi csapat pedig végül a 7. helyen zárta a diákolimpiát. Ennyi fért a heti krónikánkba, nézzük még egyszer főbb témáinkat röviden. 9 kategóriában díjazta idén a legjobb sportolóit és sportszakembereit Barcs. Megkezdődtek a városkörzeti találkozók, e hét csütörtökig mindenki javaslatot tehet a fejlesztésekkel kapcsolatban. Művészet egykor és ma a Dráva fővárosában. Rózsás Márton a képzőművészet nagy eseményeit vette számba legutóbbi helytörténeti előadásán. Kiszebábot égettek az óvodában. A gondot is előző hagyományos égetéssel a telet búcsúztatták. Pandur Mária képeiből nyílt kiállítás Barcson, az alkotó családjában mindig fontos volt a művészet, ez is visszaköszön a vászonról. Kaposvári győzelem született a Diákolimpia megyei döntőjén Barcson, a Deák iskola csapata a 7. helyen zárt. Hírösszefoglalónk ezzel véget ért, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és várjuk Önöket egy hét múlva is, friss hírekkel és információkkal. Addig is hívjanak bennünket a 0676391027-es telefonszámon, vagy az 565-266-on, és írhatnak is nekünk az infokukac@barcsmedia.hu címre. Viszontlátásra!